Börzse Gabriella évek óta szervez esküvőket és különféle rendezvényeket a környéken. Hiradónknak elmondta, most úgy tűnik, azok járhatnak jól, akik külső helyszínre szervezték a nagy Utána néztünk dolgoknak, a családi rendezvények nem tartoznak ebbe a kategóriába, viszont a az éttermeknek, illetve a bároknak és az egyéb vendéglátóegységeknek a nyitvatartása viszont a törvény hatája alá, illetve a rendelet hatája alá tartozik. Tehát most úgy állunk, hogy mindenhol, aki külső helyszínt választott, ott megtartható lesz az esemény, viszont aki pedig éttermi egységet választott, vagy vendéglátóegységet választott, ott 23 órakor sajnos be kell zárni. A jegyespárok mellett a zenészek, fotósok is immár másodszor kerülhetnek bajba a járványhelyzet miatt. A szolgáltatók többsége abban bízik, hogy legkésőbb 2021-re visszaáll a régi rend. Nem tudni. Hát bízom benne, egy jövőre már azért el tudjuk rendesen kezdeni a szezont, ahogy szoktuk eddig is, Ugye áprilistól egészen hát november végéig szoktuk mi a lakodalmi szezon vállalni, és utána akkor már inkább szállodázunk, meg a, meg a céges rendezvények jönnek, meg a alapítványi bálok. Megkérdeztünk több olyan környékbeli vendéglátó helyet is, ahol gyakran tartanak lakodalmakat. A legtöbb helyről azt a választ kaptuk, hogy pillanatnyilag még ők sem tudják pontosan, hogy melyik kategóriába tartoznak.